És akkor most nézzük ennek a blokknak a programját, a marketing tervről fog beszélni, illetve arról, hogy hogyan érdemes megtervezned az üzletedet. Ez a marketing terv nekem személyesen ez egy ilyen nagyon nehéz pont az üzletben, majdnem olyan nehéz, mint a Ganoderma, tehát nagyon nem áll olyan közel a szívemhez. Én nem a számok embere vagyok. Sajnos el is követtem egy hibát, mert ezt annyira komolyan gondoltam, hogy így elkezdtem mondani azt, hogy nekem ilyen számallergiám van. Nem érdekelnek a számok, és utána tényleg úgy kezdtem érezni, hogy hát alapvető dolgokra nem tudok emlékezni. Tehát aztán most már ezt nem szoktam mondani. De nem érdekelt. Tehát nem érdekelt. Nyilvánvalóan a marketing terv, megismertem a DXL-nek a marketing tervét. Azon a szinten, hogy láttam benne az alapvető értékeket, láttam benne a tendenciát, ennyi. De magát a konkrét számok, azok nem érdekeltek, ugyanis én úgy gondolkodtam, hogy ha keményen dolgozok, akkor úgyis nagy pénz lesz ebben az üzletben. Ha pedig nem teszem bele a megfelelő energiát, akkor lehet bármilyen felosztás, bármilyen különbségek a szintek között, akkor sem fog vele pénzt keresni. Tehát sokkal jobban érdekelt a működési elve a marketing tervnek, és számomra volt néhány kulcsmondat, amit megtaláltam ebben a marketing tervben, és onnantól kezdve nem volt probléma. Mindig nagyon-nagyon sokan kérdezik, ugye rögtön az elején, hogy mik a számok. Az előbb bemutattam nektek a kedvenc előadómat, Simon Sineket, és neki van egy ilyen idézete, amit én most így körülbelül számomra, hogy tudnák lefordítani magyarra, fölírtam ide ezt az idézetet, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát a vízióra kell koncentrálni, és akkor majd működni fognak a számok. Viszont, hogyha valaki úgy áll hozzá az üzlethez, hogy akkor most nézzük már meg, hogy hány százalék, hova hány százalék, és elveszik ezekbe a részletekbe, és mindig a számokra koncentrál, akkor nem fog neki működni az a víziója, amiért itt van ebbe az üzletbe. Ugye a legfontosabb, én azt gondolom, egy üzletnél, az, hogy milyen termék biztosítja neked a bevételt, és szerencsés helyzetben vagyunk, vagy azért vagyunk szerencsés helyzetben, nyilvánvalóan ez volt a döntésünk, hogy egy olyan termék áll a DXL mögött, amire az embereknek szükségük van. Nagyon sok jó üzlet van a piacon, nagyon sok jó lehetőség, és én meghallgatok mindent, mert lehet belőlük tanulni, és azt szoktam látni, hogy vannak egészen jól kidolgozott marketing tervek, vannak fantasztikus termékek, fantasztikus cégek, de azt gondolom, hogy ilyen nincs, mint a DXL-nél. Tehát ugye egy olyan termék a cégnek a fő termék, ami az embereknek szükségük van. Tehát ez avval a marketing terv szempontjából, ami ugye nem köthető a marketing tervhez, hiszen a marketing terv ugye a számokról szól, de mégis azért vettem bele a blogba, mert ez egy nagyon lényeges dolog. Hogyha neked van egy fogyasztói hálózatod, és abba hagyod az effektív munkavégzést, a jövedelem nem fog csökkenni. Mert az emberek nem a kvalifikáció miatt veszik meg a kávéjukat, hanem azért, mert szükségük van rá. Ilyen egyszerű. Beszéljünk a marketing tervről, mert ez nagyon fontos. Én erre a képre fölírtam szerintem a leglényegesebb tudnivalókat a DXL marketing tervével kapcsolatban. Én kizárólag ezt használom. Ugye minden terméknek van egy pontértéke, ez ugye valószínűleg mindannyiatok számára egyértelmű, és ugye ez a pontérték a termék esetében különböző, tehát nincs egy ilyen közös osztó, úgymond, és minden terméknek van egy törzsvásárlójára. Most ugye fölírtam ide négy terméket, és akkor nézzük meg azt, hogy ez hogy viszonyul úgymond a marketing tervhez, a jutalékhoz. Ugye minden országban, Európában a termékek árai ugyanazok. Tehát ugyanaz a nettó eurós ár működik minden országban. Ez nyilvánvalóan az eltérés úgymond ott lehet, hogy különbözőek, ugye, ahol még nincs euró, ugye, különböző az átváltási arány, illetőleg különböző az áfa kulcs. Ugye itt Magyarországon a legmagasabb, ugye Európában, a DXL piaci között 27%. Tehát a marketing tervél ezeket nem lehet figyelembe venni. Tehát ugye mi azt tudjuk itt megnézni, hogy megnézzük, mi a nettó törzsvásárlói ár. Ugye? Hát többi a sajnos nem a miénk. Ebből tudunk gazdálkodni, a nettó törzsvásárlói árból. Tehát a második oszlopban, a második táblázatban, a második oszlopban itt van a nettó törzsvásárlói ár. És ugye a cég nagyon korrekt módon kommunikálja felénk, hogy
egy adott termék esetében mi az az úgynevezett sales value, SV érték, amit ő úgymond visszahozta a hálózatba különböző módon. És ugye minden esetben ez itt publikálva van, ugye itt van, hogy egy 3:1 kávénál ugye 1320 forint, egy Spirulina tablettán pedig 1635 forint, tehát nettónak a nettója, és ez hány százalék a termék törzsvásárlójárának. És akkor mindenki nagyon egyszerűen láthatja ebből a példából, hogy 47 és 61 százalék között van az, amit a cég visszahozta a hálózatba. Ezt lehet folytatni, ezt a listát, te otthon minden termék esetében ki tudod ezt számolni, de igazából az arány az, hogy 40 és 60 százalékát hozza vissza a cég. Ha ezzel a fogalomkörrel úgymond te tisztában vagy, akkor tudhatod azt, hogy termékforgalmazói cégeknél nincsenek csodák. Tehát egy cég körülbelül ennyit tud visszahoztani a hálózatba. Tegnap találkoztam egy másik hálózatnak a vezetőjével, és aki a következő mondatot mondta nekem elég nagy megdöbbenésemre, hogy hát tudod, figyelj, hát tudod, az MLM üzletben egy kicsit drágábban kell adni a termékeket, hogy legyen mit visszahoztani. Hát mondtam magam, hogy én szerencsére nem egy ilyen MLM üzletben vagyok, mint te. Tehát a DX-nél, ugye, mivel működik ez a úgynevezett egy sárkány, van dragon koncepció, ugye, hogy a cég mindent egy kézben tart, saját ültetvények, saját gyárak, ez miatt nagyon korrekt módon vissza tudja osztani ezt az úgynevezett 40-60 százalékot. Én azt gondolom, felelős vezetőként bármilyen fórumon kimerem állítani, hogyha ennél többet osz vissza egy cég, akkor annak az árát a fogyasztó fizeti meg, aki azt a terméket fogyasztja, és az nem biztos, hogy az előnyös a fogyasztó számára. Viszont, hogyha valaki egyáltalán ki tudja számolni, hogy össze akarja hasonlítani egy másik termébe mekkora az árés, ez azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális árés, ami benne van a termék esetében. Tehát ezzel a két fogalommal kell tisztában lennünk, hogy ugye van a PV érték, minden terméknek van egy PV értéke, és van egy SV értéke, és igen, a DX-en 40-60%-ot fizet vissza, ugye az is látszik a táblázatból, hogy Ganodermát vagy Spirulinát, azt jobban megéri eladni, mint kávét, mert ugye ott többet fizet vissza a cég. Ugye azért tud többet visszafizetni, mert ugye az ott termelődik Malajziában minden, sokkal kisebb úgymond neki az előállítási költsége. Ugye? Gyorsan fussunk végig a klasszikus marketing tervem. Ugye van egy csoportbónusz, ez nagyon fontos, nagyon lényeges, de én azt gondolom, hogy ezzel nincs értelme foglalkozni. Ezzel azoknak az embereknek van értelme esetleg foglalkozni, akik azért regisztráltak a DX-el üzletbe, mert szeretnék, hogyha a termék nekik ingyen lenne. Szeretnék megkeresni azt a havi 5-10-20-30 ezer forintot, ami nekik a saját fogyasztásukat fedezni. Tehát ezek az összegek, ezekkel nincs értelme foglalkozni, mert nem jelentenek, nem számottevőek a te szempontodból. Ugye egy cég, amikor eldönti azt, hogy mennyit fizet vissza a hálózatba, akkor már csak egyetlen egy kérdés van, hogy a súlypontokat hova helyezi. Amikor készültem erre a mai előadásra, újra elővettem a marketing tervet én is, és azon gondolkoztam, hogy hogyan tudnám szemléltetni nektek ezt a súlypont eltolódást a DX-nél. És a DX-en azt mondja, ugye a fogyasztó, a törzsvásárló, az vásárolja meg a terméket, törzsvásárló áron, és érezze magát jól vele, és a vezetőt fizeti meg, aki viszont a nap 8 vagy 12 órájával ebben az üzlettel foglalkozik, aki nagyon komoly energiát beletette ebbe az üzletbe. Tehát amikor majd ezek a táblázatok lemennek, meg fogom neked mutatni, hogy a DX-en egy adott forgalom után egy vezetőnek a 6-szorosát is akár visszafizeti ugyanabból a forgalomból. Tehát megéri az, hogy te komolyabban foglalkozz ebben az üzlettel. Jó, a következő, ez az úgynevezett start csoportbónusz, ezt nem kell megtanulni, én is mindig magamnál hordom ezt a marketing tervet, ezt így kivettem, és akkor bárki valamit kérdez, akkor meg tudom nézni, hogy mi hogy működik. Tehát, hogyha valakinek konkrét számra van kérdés, ez mindig itt van a táskámban, nem ezen múlik az üzlet. Tehát nyilvánvalóan attól a pillanattól kezdve, ugye, hogy valaki eléri a Star Agent szintet, akkor már ugye, ahogy neki is vannak Star Agentjei, és egyre közelebb kerül úgymond a gyémánt pozícióhoz, akkor ugye már akár
a személyes forgalma után visszafizetendő bónusz az elérheti a 37%-ot is. De szintén nem ez a lényeg. A következő az az úgynevezett fejlesztési bónusz, ami ugye kvalifikált Star Agentként jár. Ugye az első szintű kvalifikált Star Agent után 5%, 4%, 3%, 2%, majd 1%. És ugye itt van egy ilyen nagyon furcsa kifejezés, ez a dinamikus kompresszió, és ezért ehhez készítettem egy ilyen külön áblát, amin ezt megpróbálom érzékeltetni, hogy ez hogyan is működik a gyakorlatban. Tehát ez azt jelenti, ugye, hogy ha a DXN-nek a marketing terv, ugye egy kumulált marketing terv, ugye, tehát vásárolsz egy terméket, annak a terméknek van egy pontértéke, és ezek a pontértékek mindig folyamatosan összeadódnak, nem csak havon belül, hónapon belül, hanem hónapon túl is. Tehát minden hónapban újabb és újabb pontokkal gyűlik úgymond a te pozíciód, hogy elérd úgymond a Star Agent szintet, ami 4500 pontot jelent. Na most, hogyha megvan a 4500 pontos forgalmad, kumuláltan, ezt elérheted egy hónap alatt, x év alatt, tehát nincsen semmiféle időbeli korlát, akkor jogosultságot szereztél arra, hogy Star Agent jutalékot kap. Mindig azt szoktam megfogalmazni, hogy a DXN marketing terv az nagyon érdekes marketing terv. Nem a elért szint jelenti azt, hogy mennyi a jövedelmed. Hogyha elérsz egy szintet, az lehetőséget biztosít arra, hogy minél többet vegyél ki a marketing tervből. Ilyen egyszerű. De az, hogyha te a DXN üzletben Star Agent vagy, az nem azt jelenti, hogy te bizonyos jövedelmet megkeresel. Hogyha elértél egy gyémánt szintet, az nem azt jelenti, hogy egy bizonyos jövedelmet megkeresel. Lehetőséged van arra, hogy azt a legmagasabb szintű jövedelmet vedd ki a marketing tervből. De nyilván a havi forgalmadon fog múlni az, hogy mennyit keresel ebbe az üzletbe. Nagyon fontos ugye a DXN marketing tervben, hogy nem lehet visszaesni. Tehát, hogyha elértél egy szintet, mindig ugyanazon a szinten maradsz, nincsen visszalépési lehetőséged. Ez egy nagyon pozitív, viszont nyilván a jövedelmed abból lesz, amennyi a havi forgalmad. És itt különböztet meg a DXN két nagyon fontos fogalmat, és azt gondolom, hogy ezzel a két fogalommal kell tisztában lenned csak. Az egyik az, hogy ugye akkor tudsz lenni kvalifikált Star Agent, hogyha ugye van neked legalább 100 pontnyi saját vásárlásod, és a hálózatodban van 200 pont vásárlás kvalifikált Star Agent lábon. Amikor nekem ezt így először elmondták, akkor én ezen a ponton vesztettem el a fonalat, tehát semmi probléma, hogyha úgy gondolod, hogy ez most így nem megy. Tehát az a lényege ennek a dolognak, hogy ennek a feltétellel kell rendelkezned, és hogyha vannak a csapatodban olyan emberek, akik szintén ezekkel a feltételekkel rendelkeznek, akkor utánuk fogod megkapni ezt a bizonyos fejlesztési bónuszt. És ugye itt 5 mélységig, 5 aktív mélységig fizet a cég, ami itt például a példa szerint akár 7 mélységű is lehet, tehát 7 szintű is lehet, vagy akár lehet 10 is. Tehát ezt úgy kell tekinteni, hogy ugye lesznek olyan emberek, akik nem felelnek meg ezeknek a feltételekkel, és ezzel semmi gond, mert akkor majd azon a szinten, ahol megfelelnek, te ott fogod megkapni ezt a fejlesztési bónuszt. Jó? És ezek az emberek ide föl fognak csúszni. Jó? Hát azt tud ezzel kapcsolatban, hogy van egy ilyen lehetőség is, ez a fejlesztési bónusz, ez már kezd érdekessé válni. És utána a következő, ami a kedvenc táblázatom, amit én szerintem körülbelül az én hozzáállásom ez az volt, hogy amikor megmutatták, akkor nem értettem, néhány hónap múlva azt gondoltam, hogy értem, és akkor elég hosszú idő után mondhatom ma már azt, hogy értem ennek a működését. Ezzel igazából arra szeretnék csak ezzel az ábrával most rávilágítani, hiszen tiszta vagyok, hogy a hátsó sorokból ez nem is látszik, hogy itt fizeti ki a cég igazából, itt támogatja a vezetőket, ugye a gyémánt szintű vezetőket azzal, hogy itt még egy plusz 15%-ot kifizet. És itt akkor nagyon röviden ez az ábra, amit szeretnék nektek ide lerajzolni, hogy is van az, hogy a cég akár a 6-szorosát kifizeti tulajdonképpen egy vezetőnek ugyanazon a forgalom után. Tehát képzeld el azt, hogy itt vagy te, és van alattad egy forgalom.
Ez a forgalom, ez itt fix. Kifordítom majd, jó? Hogy mindenki lássa. Ugye, hogy így működik. Akik esetleg ott nem látják, mindjárt át fogom vinni a táblát ide. És nagyon egyszerű rajz, mert nem vagyok egy profi rajzoló, nem az erősségem. Tehát itt van ez a forgalom alattad. És ugye, nézzük, hogy néz ki a bónusz tulajdonképpen. Ugye az első, ez a fejlesztési bónusz, ami ugye az első szinten ugye van 5%, utána 4%, 3%, 2% és 1%. Ugye, hogyha itt van ez a csoport forgalom, és senki nem kvalifikál erre a fejlesztési bónuszra, vagy senki sem kvalifikál Star Agent szinten, akkor ez nincs. Viszont, hogyha ugyanezen a forgalomon belül mindegyik szinten van ilyen ember, akkor azt jelenti, hogy ugyanebből a forgalomból te fogsz kapni összesen, ugye, meg kettő, ugye 15%-ot. Ugye ezen a szinten 15%-ot osz ki a cég. Tehát 15%-ot kapsz. 15%-kal többet kapsz, úgymond. Mint hogyha senki sem kvalifikál. Ugye a következői bónusz, ugye ami az előbb kín volt, és most is kín van a táblán, az úgynevezett vezetői bónusz, amikor ugye, hogyha te itt vagy, az első szintű gyémántod után a cég ugye fizet 5%-ot, és hogyha elérted a krónambasszador szintet, akkor a második szintű gyémántjaid után 10%-ot fog fizetni. Tehát újabb 15%, ugye? Ami benne van a rendszerben. Tehát, hogyha ezt a két 15%-ot összeadtam, akkor ugye ez 30%. Ami ugye az egynek, amit ugye megkapsz normál esetben, ugye pontosan ugye az ötnek a hatszorosa, ugye? Tehát akár a hatszor annyit ki tudsz venni ugyanebből a forgalomból. Tehát nagyon érdekes, hogy vannak olyan vezetők, akik előfordul, és fölhívtak, és azt mondták, hogy én nem értem a marketing tervet, így hosszú idő után. Csökkent a forgalmam a múlt hónapban 6%-kal, a bónuszom pedig nyílt 8%-kal. Ez miért van? Azért van, mert az a forgalom hiába csökkent, többen kvalifikáltak abban a hónapban az üzletedbe, és több pénzt kaptál vissza ugyanebből a forgalomból. Tehát igazából, amit meg kell érteni a DXM marketing tervében, hogy a cég azt mondja, hogy azokat fizeti meg, akik dolgoznak ebben az üzletben, viszont minél jobban dolgozol, annál többet kapsz vissza ugyanabból a forgalomból. Tehát nem egy nagyobb forgalomból, ugyanabból a forgalomból. Tehát elképzelhető abszolút mértékben az, hogy valaki elér egy szintet ebben az üzletben, és azt mondja, hogy az neki elég. Nem kell, hogy ez a krónambasszador szint legyen, elég neki az a szint. Viszont a hálózatában egyre többen kvalifikálnak, és ugyanannál a forgalomnál egyre több jövedelmet kap. Jó? Tehát én azt gondolom, hogy ezt kell megérteni a DXM marketing tervvel kapcsolatban. Jó? Tehát egy ilyen egyszerű ábrát rajzoltam föl, jó? 2x15% bekerül. Nem viszem át, elnézést, mégse a táblát. Jó, és nézzük ugye a következő, van még két visszaosztás. Ugye ez az úgynevezett nemzetközi nyeresség részesedés, ez 2%, tehát hogyha te elérted a gyémánt szintet, akkor és kvalifikált gyémánt vagy, akkor a cég a forgalom 2%-át a kvalifikált gyémántok között visszahozza, és dr. Ratman fogalmazta meg ezt nagyon jól, amikor itt volt Magyarországon, ugye Indiából, hogy mondta, hogy hát igazán megkérdezhetik, hogy én mit keresek most itt, mi érdekem fűződik ahhoz, hogy ő itt tart egy előadás, hiszen senki nem az ő hálózatából tartozik, a cégtől ezért nem kap semmilyen egyéb ellenszolgáltatás, hogy eljött ide Magyarországról, Európába, de mégis megéri neki segíteni anyagi értelemben is, hiszen ő egy többszörös gyémán, és az ő érdeke is, hogy minél nagyobb lesz az európai forgalom, ő annál több visszaosztást kap az európai forgalomból a nemzetközi nyereség részesedésnél. És van még itt ez a jutalomutazás dolog, ami én azt gondolom, hogy egy kicsit több, mint jutalomutazás. Tehát nem arról van szó, hogy a cég elismeri a vezetőit, és elutazunk minden évben valami különleges helyre, hanem én ezt azért érzem másnak, mert úgy érezzük, hogy valahova hazamegyünk. Tehát mivel a DXN mindenütt ott van, olyan országban megyünk, ahol ott van a DXN. És nem mint egy ilyen sima turista csoport megyünk, és megnézünk néhány helyet, hanem DXN-esekkel találkozunk. És teljesen más módon tudjuk megismerni az országot. Tehát ez egy fantasztikus dolog, és azt gondolom, ezeknek a jutalomutazásoknak
óriási motivációs szerepük van, nem csak az utalás miatt, hanem az miatt, hogy milyen érzéseket tud táplálni bennünk. Úgyhogy ha egy nagy üzletet fölépítesz, akkor a DXN-nek ez a jutalomutazási rendszere igazából úgy van kitalálva, nem tudom, hogy jó-e vagy nem, hogy nem igazából kell küzdened ezért. Tehát elértél egy szintet, akkor ez automatikusan tudod azt, hogy jövőre hova fogsz elutazni, mert benne van a forgalom, tehát nem kell már semmit tenned érte. És akkor ez a két fogalmat, ezt akkor egy kicsit vesézzük ki. Ugye a DXN-ben semmi sem kötelező. Tehát ha neked nincs pénzed arra jelenleg, hogy vásároljál havonta 100 pont értékbe, akkor nem kell vásárolnod. Dolgozz, hogy legyen pénzed, és meg tud venni a termékeket, de ez nem kötelező. Nyilvánvalóan fontos, hogyha ezt megteheted, akkor tedd meg, hiszen a példamutatás nagyon lényeges, nagyon fontos, hogy legyen saját terméktapasztalatod. Ugye ahhoz, hogy bónusz kapj egy hónapban, 100 ponttal kell rendelkezned. De nem kötelező ahhoz, hogy a rendszerben benne legyél, megvegyél 100 pontot. Nyilvánvalóan megengedheted magadnak, vedd meg, ez nagyon fontos. Nagyon fontos, ez fog másolódni az üzletedbe. Ha megengedheted magadnak, akkor legalább 300 pont termékért vásároljál. Én azt gondolom, itt a családban semmi extra elkölteni 300 pontos terméket, 300 pont értékben terméket, megelőzése, illetve ugye a cégnek most már több mint 40 terméke van itt Európában, Magyarországon, tehát egy elég széles skálát lefed a cég termékköre, tehát nagyon sok területen tudjátok használni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy arra törekedjen először, hogy a 100 pontja, a saját 100 pontja minél hamarabb meglegyen, és utána pedig arra törekedjen, hogy a 300 pontja meglegyen saját magának. Ő saját maga megengedhesse azt magának, hogy ennyit fogyaszt saját maga, vagy pedig, hogyha ezt nem engedheti meg magának, legyenek neki vásárlói, akik tőle veszik meg a terméket. Ez miért fontos? Mert hogyha megvan a havi 300 pontod, erre áll be úgymond az agyad, hogy legyen 300 pontod havonta, akkor nem kell foglalkoznod ezzel a szabállyal, ugye ami azt mondja, hogy kvalifikált Star Agent akkor lehetsz, hogyha 100 pont forgalmad neked van, és van még 200 pont a hálózatodban. Ugye kvalifikált Star Agent lábon kívül, tehát annak ugye kvalifikált Star Agent lábon kívül kell lenni, ugye? Volt már erre példa, ugye, hogy valaki csodálkozott, hogy miért nem kap bónuszt, ugye azért nem tudott kapni bónuszt, mert az alatta lévő ember is kvalifikált Star Agent lett, és nem volt neki a 200 pontja a 100 ponton kívül. Tehát az a jó, hogyha arra állsz be minél hamarabb, hogy saját magadnak meglegyen a 300 pont forgalmat. Ez nagyon lényeges. És a másik dolog, amit meg kell jegyezni a marketing tervvel, a másik szabály, hogy mikor vagy gyémánt. Ugye nem akkor lesz egy gyémánt, hogyha van 6 Star Agent lábad, hanem akkor lesz egy gyémánt, hogyha egyszer ezt a feltételt teljesíted, utána pedig minden hónapban akkor lesz egy gyémánt, hogyha kvalifikált gyémánt, akkor tudsz kapni gyémánt szintű jutalékot, hogyha ezt a feltételt teljesíted. Ez pedig azt jelenti, hogy a csoportodban van legalább 2500 pont forgalom, az egyik feltétel, és van 4 darab QSA lábad. Teljesen mindegy, hogy milyen mélységben van ez a 4 QSA láb, tehát nem kell, hogy direkted legyen, de ennek benne kell lenni az üzletedbe ahhoz, hogy kvalifikált gyémánt legyél. Ez nagyon fontos. Van egy könnyebb verzió is, bármennyire nehezebbnek tűnik, de könnyebb. Ugye, hogyha 5000 pont van azon a lábon, és akkor nem számít az, hogy hány ember kvalifikált Star Agentnek. Ugye, ha valaki valóban egy fogyasztói hálózatot üzemeltet, és nem egymás alá pakolgatja az embereket, akkor erre nem kell odafigyelni. Nagyon sok olyan Star Agent van, akinek már Star Agentként van 5000 pontos hálózata. Nyilvánvalóan ezek a pontértékek, ezek csak akkor érvényesek, hogyha az illető alatt nincs egy újabb gyémánt. Tehát ez gyémánt lábon kívül kell. Tehát, hogyha neked te egy gyémánt vagy, és alattad van egy gyémánt, akkor a gyémántodnak a forgalma nem számít bele a 2500 pontba, illetve az 5000 pontba. Ezért majd mindjárt, amikor beszélünk a tervezésről, hogy ez nagyon sok szabály után, akkor majd látni fogjátok, hogy mire kell odafigyelni ahhoz, hogy jól építsétek az üzletet. Ugye alapvetően fölmerül a kérdés, hogy hol van a pénz, ugye erre a választ megadtam, a pénz az vezetői szinten van. Tehát, hogyha valaki vásárogatja a terméket, akkor élvezze a terméknek a hatását, élvezze azt, hogy 25%-kal kedvezményesebben tudja megvásárolni a terméket, élvezze azt, hogy a termék árának csak 60%-át kell kifizetnie, hiszen 40%-ot levásárolhat, viszont, hogyha komolyan dolgozik, és eléri a gyémánt szintet, akkor jogosultságot szerez arra, hogy egy magasabb szintű jövedelme legyen.
Én úgy gondolom, hogy gyémánt szintről érdemes igazából pénzről beszélni az üzletben, és onnantól kezd szép lenni ez az üzlet, és onnantól kezd szép lenni, még szebb lenni az üzlet, hogy alattad is vannak gyémántok. Ugye semmi értelme úgy fölépíteni egy gyémánt üzletet, néhányan a javaslataink ellenére is ezt megtették, hogy így egymás alá pakolgattak embereket, és akkor épp meg lett nekik a gyémánt. Ez nagyon jó dolog, van nekik egy kitűzőjük, de nincs belőlük pénzük. Ugye akkor lesz pénzed, hogyha van alattad olyan ember, aki dolgozni fog. Aki dolgozni fog emiattad, saját maga miatt. Jó, tehát vezetői szinten van a pénz, ezt a 40-60%-ot a cég vezetői szinten ossza-vissza. Ugye összeírtam azt a három dolgot, ami nekem nagyon fontos volt a marketing term szempontjából. Sokkal fontosabb volt a számunknál a koncepciója a cégnek. Tehát az egyik, hogy nincs teljesítménykényszer. Tehát nálunk nem fordulhat elő az, hogy emberek azért vásárolnak terméket, hogy ne essenek vissza egy pozícióból. Nem fordulhat elő az, hogy a ingyenes apró hirdetési oldalak teli vannak féláru DXN termékekkel, mert ugye az üzletépítő megvette a kvalifikáció miatt, és akkor utána el kell neki adnia. Nincs teljesítménykényszer. Ezt lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez rossz, mert az emberek nem dolgoznak. Én azt mondom, ez egy nagyon korrekt hozzáállás. Én ezért tudom fölvállalni a DXN, mert a DXN így áll hozzá a marketing tervhez. Nálunk senki sem fog külső nyomásra bevásárolni, mindenki saját akaratából vásárol, annyi terméket vásárol, amennyire szükség van. Ez egy nagyon fontos érték volt számomra. Aztán biztosára vannak más cégek is, ahol ez hasonlóan működik, én keveset ismerek, hogy a hónap utolsó napja alapján van a kvalifikáció. Tehát, hogyha te elérsz egy szintet, azt a hónapodat már úgy fizeti ki a cég. Nem az van, hogy elértél egy gyémánt szintet, és akkor majd a következő hónaptól kapsz gyémánt szintű jutalékot. Hogyha a hónap utolsó napjáig te kvalifikáltál gyémánt szintre, vagy bármilyen más szintre, akkor az a hónapod visszamenőleg azon a szinten van elszámolva. Ez szintén egy nagyon fontos dolog volt. És a harmadik az egy nagyon érdekes dolog, és nagyon komoly pénz van benne. Ez a jutalékra nem jogosult forgalom utáni kifizetés. Ezzel azt értem, hogy a DXN üzletben nagyon sok törzsvásárló bejön, ami nagyon jó, mert nem neked kell vele foglalkozni. Valakit kiszolgálsz termékkel, és akkor érdemes arra ösztönöznöd, hogy ha nem akar üzletet építeni, akkor is regisztráljon be. És ne tőled vásároljon, hanem a cégtől, a service centertől vegye meg a termékeket. Neked nem kell vele foglalkoznod. És ott lesz benne törzsvásárló, nem fogja építeni az üzletet, nem érdekli az üzlet, azonnal kéri, hogy neki semmilyen hírlevelet ne küldjük, ő csak a termék érdekli. Viszont, hogy ezek az emberek, akik megveszik az egy doboz Ganoderma kapszulájukat, megveszik a két doboz kávéjukat minden hónapban, ők nem lesznek jutalékra jogosultak, viszont te meg fogod kapni az ő vásárlások után a teljes jutalékot, úgy, mintha az a saját vásárlásod lett volna. Ez egy nagyon korrekt dolog, és egy nagyon fontos dolog, és hogy te építesz egy nagy szélességet, ebben nagyon komoly pénz van. Ugye gyémánt vagy, mondjuk 37% ugye ott, ami visszajön az SV értékből, és van alatt egy csomó ember, aki csak néhány doboz terméket vesz, nem kap jutalékot, tehát utána mind utána meg fogod kapni a 37%-ot. Bármeddig ilyen mélységig. Egészen addig a mélység, még egy aktív 100 pontos ember ott be nem lép. Ez egy nagyon fontos dolog volt az én számomra a marketing tervvel kapcsolatban. Aztán nézzük meg, hogy milyen embertípusok, hogyha lehet ezt nevezni, vannak a hálózatodban. Én így osztályozom a kollégákat, és ez nem minősítés, tehát nem jó vagy rossz ember, hanem hogyan állnak az üzlethez. Ugye vannak azok a törzsvásárlók, akikkel azt mondom, hogy nincs esély, hogy ő bármit csináljon, ő törzsvásárló, nagyon fontosak. Ilyenekkel nagyon sok az üzletedben, mert ez adja a stabilitást. Aztán van a következő kategória a marketing termény az én tapasztalatom szerint, az olyan törzsvásárló, aki nem akar üzletet építeni, de bármikor benne van az a potenciál, mivel egy nagyon kommunikatív ember, hogy így fogalmazzak, hogy ő be fog hozni egy üzletépítőt. És ezt csak meglátod ott a hálózatodban, hogy figyelj, ott valaki beregisztrált. Nem is érted, hogy miért, mert hát az illető ez csak törzsvásárló volt. És a következő az üzletépítő, akiről tudni fogod. Na most nagyon lényeges, hogy ez a törzsvásárló, de lehet, hogy behozni egy jó ember, Nagyon lényeges, hogy ugye folyamatosan beszélünk ugye a következő blogban majd a intranet használatról, monitorozod a hálózatodat, és látod, hogy hol van mozgás. És igazából neked az a feladatod, hogy akik bejöttek emberek, ugye te üzletépítő vagy, megtaláld minden vonalon a hozzád legközelebb álló
munkatársat, aki üzletépítő. És ez mennyire így van, hogy ez a második kör működik. Ugye a DX-nek van két bónusz, amit én nem értem ide föl, ami egy ilyen egyszeri fizetési bónusz van, az egyik az egy telefon ösztönző, a másikat utazás ösztönzőnek hívják. És ugye az utazás ösztönzőnek az a feltétele, pontosan, hogy mit is tartalmaz, ugye? Ez azt tartalmazza, hogy 5 közvetlen, tehát itt egyetlen egy helyen írja, hogy 5 közvetlen olyan munkatársad legyen ebben az üzletben, aki elérte a telefonösztönzőt, ugye a másikat. Tehát 5 közvetlennek. Most tudomásom szerint, ezt ebben eddig Magyarországról beszélek, nemzetközileg nem tudom, Magyarországon rajtunk kívül a Sanyiék érték el a múlt hónapban. Senki más. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon jól működik ez a koncepció, hogy vannak olyan emberek, akiket behozol, és utána alattuk lesznek a jó emberek, akiket ők behoztak. Csak úgy teljesen véletlenül, mert amúgy ők nem akarnak üzletet építeni. Jó, tehát folyamatosan monitorozott tulajdonképpen a hálózatodat, hogy hol vannak az aktív emberek, hol vannak azok az emberek, akikkel üzletet lehet építeni. És ezért, hogyha azt kérdezett tőlem, vagy a szponzorodtól, hogy hogyan kell építeni az üzletet, akkor egy nagyon egyszerű szabály van erre, egy nagyon egyszerű javaslatom van, szélességet kell építeni a DX-en marketing tervben. DX-en üzletben, szélességet. Tehát nem azon gondolkozok, hogy hogyan működik a marketing terv, hanem mindenkit behozok direktbe ebbe az üzletbe. Senki alá nincs értelme berakni embert, kizárólag abban az esetben, hogyha te nem akarsz karitatívkodni valakivel, és nem akarsz segíteni, mert amúgy neked üzletileg nem éri meg oda tenni bárkit is. Nem éri meg. Egyetlen egy esetben van, majd erről beszélek később, de amúgy semmi értelme. Tehát amikor elkezd az üzlet, szélességbe hozzál be minél több embert, egészen addig a pillanatig, és ilyen egyszerű a marketingnek a stratégiája, egészen addig a pillanatig, amíg nincsenek dolgozó emberek, vagy direktbe, akiket te hoztál be, vagy azok alatt. És azokkal kell foglalkozni. Említettem, millió fölötti jövedelemre szert lehet tenni 2 működő ággal. Gyémánt vagy, és van 2 nagyon, nagyon erős gyémánt lábad. Meg lehet csinálni. Nem 20-50 embert, 200 embert kell behozni. Nyilvánvalóan minél több szélességet hozol be, nekünk is több mint 100 szélességünk van, és ez nagyon jó, nem kell azt figyelni, hogy kvalifikál egy gyémántunk, egy újabb gyémánt kvalifikál, hogy megvan a 2500 pont rajta kívül, mert biztos meg lesz. Sőt, ugye azok az emberek után is nagyon szép pénznek föl. Tehát szélességet építek, és megkeresem azokat a dolgozó embereket, ugye? Kell azt mondom, hogy 2 nagyon jó dolgozó ember egy jó jövedelemhez, és kell 4 másik, aki aktív, hogy meglegyen a gyémánt szint, meglegyen a 6x4500 pont. De ilyen egyszerű. Tehát ez a DX-nek a marketingre, hogy ezt tudod, hogy szélességet építek, és megkeresem mélységbe azokat a dolgozó embereket. Nem kell a direktjeiddel együtt dolgoznod. Azokkal az emberekkel kell dolgozni, nagyon akarják. A direkted alszik, semmilyen hátrány téged nem ér a DX-en marketing terve. Mikor érdemes, egyetlen egy esetben érdemes valaki alá pakolni bárkit is, hogyha az az eset fordul elő, hogy van egy gyémánt üzleted, és alattad van egy nagyobb gyémánt üzlet. Mert ugye ebben az esetben, hogyha visszapörgetek ez a rendkívül bonyolult táblázathoz, ugye itt azt jelenti, hogy a direktjeid után kapsz 5%-ot, a második szintjük után pedig 10%-ot is kaphatsz, ugye akár, ez szépen megy föl. És ugye ez azt jelenti, hogy nem csak a második szintű gyémánt után vagy kifizetve, hanem a harmadik, negyedik, ötödik szintű gyémántok is ki vagy fizetve, amíg te szélesebb vagy, mint az alattad lévő gyémánt üzlet. Tehát, hogyha neked van egy 3 gyémántból álló gyémánt üzleted, 3 különböző lábod, és alatta van valahol egy nagyobb gyémánt üzlet, ahol 4 gyémántja van valakinek, és alatta van mélységben sok gyémánt, akkor ott te csak 2 szintig fogsz kapni. Tehát neked nagyon, téged anyagi veszteségért nagyon motivált vagy abba, hogy szélesebb légy, vagy legalább ugyanolyan széles légy, mint az alattad lévő gyémánt. Akkor megéri játszani. Mert itt akkor már havi szinten akár több százer, vagy akár milliós összegekről is van szó. Ami nem jön föl mélységből, azért, mert az alattad vélő jobb. Így is nagyon sokat keresel, így is millió forint fölött keresel, de még többet tudnál keresni ugyanabból a forgalomból, ha szélesebb lennél.
Tehát ugye a szélesítésnél járunk, hogy ilyen egyszerű. Szélesítesz, minden embert behozol az üzletbe, háromféle embered lesz, lesz, aki törzsvásárló, nagyon örülünk neki, minél több terméket vásároljon, lesz a következő, aki majd be fog hozni lehet, hogy egy embert, vagy kettőt, és akkor majd te azzal foglalkozol, mert ott lesz az üzletépítő, és a harmadik kategória pedig az üzletépítő. A kérdés már az, hogy ki a jó ember. Ugye mindenki jó embereket szeretne, mindenki ilyen piros ászakat szeretne. Az én 4 éves tapasztalatom azt mutatja, hogy az a jó ember, aki akarja csinálni. Semmi nem számít, honnan jött, milyen tapasztalatokkal rendelkezik, aki akarja csinálni. Aki nem miatt, hanem saját maga miatt meg akarja csinálni az üzletet. Őket kell támogatni. Nyilvánvalóan az nem elég, hogy kijelent, hogy én nagyon akarom, tesztelni kell, hogy ő tesz-e érte. Tehát azok az emberek, akik azt mondták, hogy nagyon akarják, és most nincsenek itt, mert valami fontosabb volt nekik, azok nem az. Tehát azt felejtsd el azokat az embereket. Jó? Akkor a üzleted van jelen pillanatban, ahány embered itt van ebben a teremben. Mert ők akarják. Mert nem számít, itt nagyon sok olyan embert látok, aki már gyémánt, aki már vezető is, neki már nem biztos, hogy olyan sok újdonságot tudok mondani. Meg ráadásul letölthető lesz ugye az intranetből is ez az egész dolog. De mégis eljött ide, mert ebből szeretne pénzt keresni. Jó? Tehát nem az az elég, hogy azt mondta, hogy ő akarja ezt a dolgot, hanem tesz is érte. Ugye a jó embernek a megfelelője az, ugye, amikor mindig ráér, amikor a dégszerről van szó. Ilyen egyszerű a képen, mindig ráér. Valahogy soha nem más fontosabb neki, amikor a dégszerüzletről van szó. Ha ilyen embered van, akkor nyugodt lehetsz, mert akkor már van egy jó ágad. De hogyha csak úgy épp ráérek, ez nem azt jelenti, hogy az illető rossz, most félre ne értsétek, az egy amúgy nagyon kiváló ember. De az üzletet szempontjából nem ő fogja előre vinni az üzletedet. Oké, tehát szélesítsz. És ugye marketing tervnél terveztem azt, hogy beszélek erről a dologról, ami egy lényeges és fontos dolog. Ugye, hogy nagyon meg tudja keseríteni a kezdő munkatársak életét, ugye az a felvetés, ugye amit föltesznek neki jó szándékú ismerősök, hogy mennyi ide vagy benne az üzletbe és mennyit keresel. Ugye nagy MLM trénerek szakosodtak ennek a kérdésre adott válaszoknak a tréningezésére, hogy milyen technikákkal lehet ezt kezelni. Én sokkal egyszerűbb választ javaslok, több képzésen elmondtam már, de azt tapasztalom, hogy még mindig nem tudják sokszor a kollégák, főleg a kezdő munkatársak ezt megfelelően kezelni, ezt a felvetést. Én erre azt szoktam javasolni válaszként, hogy azt kell rá mondani, hogy az MLM az egy olyan üzlet, ahol a te jövedelmed semmilyen szinten nem függ az én jövedelmemtől. Az a pilótajáték, ahol szerepe van, hogy ki mikor tisztel meg, hogy épülnek fel alatt az emberek. Tehát az MLM üzletben a tevő jövedelmed a semmilyen szinten nem függ az jövedelmemtől. Tehát érdektelen számodra az, hogy én mennyit keresek ebből az üzletből. Ha te arra vagy kíváncsi, hogy lehet-e a DX-ennel pénzt keresni, akkor tudunk mutatni arra példát, hogy emberek, akik oda tették magukat, azok nagyon sok pénzt kerestek ebből az üzlettel, és nagyon sok pénzt keresnek a mai napig is. És te is meg tudod keresni ezt, hogyha oda teszed. Ilyen egyszerű erre a válasz. Jó, és azt gondolom, hogy a legfontosabb, amit a marketing tervvel kapcsolatban tudni kell, a stabilitás. Tehát ez az, amiért itt vagyunk a DX-en üzletben, vezetők. Elérsz egy szintet, és nem kell azon idegeskedned, hogy mi lesz a következő hónapban. Mert az emberek megveszik a terméket. Nem fog visszaesni a jövedelmed. Tehát, hogyha van egy stabil gyémánt üzleted, akkor ha csinálsz amit, hanem legalább annyit fogsz keresni. És a mai világban szerintem az egy óriási előny, hogy van egy üzleted, és tudni fogod azt, hogy te az idén ennyit fogsz keresni minimum. Ennél csak többet kereshetsz. Mert az emberek nem azért mennek a service centerbe, vagy nem azért rendelik meg online a terméket, mert te fölhívtad őket hónap végén, hogy ugyan vennél már egy fogkrémet. Hanem azért, mert szükségem van a termékre. És ez egy nagyon fontos dolog. Ez szerintem a legfontosabb. De hát, hogyha a marketing tervről kommunikálsz, akkor ezt emel ki. És ugye, ez szintén megint egy ilyen elcsépelt mondat szerintem, de nem azon múlik, hogy mikor regisztráltál bele az üzletbe, hanem az, hogy milyen minőségű és mennyiségű munkát fektettél bele. Én ennyit szerettem volna mondani a marketing terv kapcsán. Remélem, hogy rá tudtam világítani néhány olyan pontra, ami érzékelteti azt, hogy
hogy a számoknál sok esetben sokkal fontosabb dolgok is vannak, amikor a marketing tervről beszélsz.